vízhelyzet idején szinte az első pillanattól folyamatosan kapcsolatban volt egymással a MEOSZ tagszervezetei, a tagszervezetek vezetői és az önkormányzatok. Azért is volt erre szükség, hogy a mozgásokban akadályozott, súlyosan sérült emberekről minél gyorsabban jusson el információ a megfelelő helyre, ha szükség van rá. Én mondhatom azt, hogy egyesületünket is a környékben majd csak minden egyes polgármesteri hivatal megkereste, majd csak minden egyes polgármester. Köszönjük szépen a megkeresésüket, illetve köszönjük szépen azt is, ugye, hogy rendelkezésünkre bocsájtották azt a telefonszámot, amely által a településen vagy városban élő személyek ugye közvetlen kapcsolatot tudtak teremteni a polgármesteri hivatalokkal. Itt is, mint számos ügyintézésnél, automatikusan meghosszabbították a jogosultságok és ellátások határidejét. Tovább érvényben maradtak a parkolóigazolványok, szakorvosi javaslatok, e-receptet lehetett kérni a gyógyászati segédeszközökre is. 3 naponta mentek ki a megkeresések, illetve tájékoztatók. A tájékoztató szólt ugye itt a kijárási tilalomtól kezdve a foglalkoztatáson át az e-recepteknek a bevezetéséről. Ugye az e-recepteknek a bevezetése nem csak gyógyszerekre, hanem akár gyógyászati segédeszközökre is vonatkozott, és számos olyan kérdést lett kiküldve a tagegyesületek számára, amivel szinte nap mint nap jelentkeztünk. A vízhelyzet végével a MEOSZ most azért írt levelet a miniszterelnök helyettesnek, Semmilyen Zsoltnak, mert úgy látják, az egészségkárosodáson alapuló ellátások felülvizsgálati időpontjához túl kevés időt engedélyeztek az újrainduláshoz képest. Az eredeti kormányrendeletben június 30-áig várják az elvégzését, amely nincs összhangban az újraindult egészségügy kapacitásával, olvasható a MEOSZ oldalán.